Irak parlamenti elnökéhez fordult Mesterházi Attila a NATO parlamenti közgyűlésének nevében a csapat kivonási határozat miatt. A politikus aggasztónak tartja a térségben kialakult biztonsági helyzetet és önmérsékletre szólította fel az érintett feleket. Kijelentette, a NATO tagállamok elkötelezettsége erős az iránt, hogy segítsék Irak stabilitásának megteremtését. Mesterházi Attilával beszélgetünk. Aki A NATO parlamenti közgyűlésének elnöke jó estét, kívánok, jó estét kívánok, és mint ilyen írt egy levelet, az én nem fogom kimondani az út. Új új az az iraki van. képviselők tanácsának az iraki parlament alelnökének. Miért írt levelet? Azért, ugye, hogy talán ezt a nézők is hallottak már hozott az iraki parlament egy olyan döntést, hogy a, ami nem kötelezi az iraki kormány, de mégis arról szól, hogy a külföldi katonáknak az Irakban való állomásozását ezt szüntessék meg, és tulajdonképpen ebrudalják ki. Hát, hogy előkészítik a. NATO. a, a igen, ö, hogy, ö, hogy vonuljanak ö, ki igen. tulajdonképpen a NATO katonák. Ugye ez azért is fontos, mert magyar katonák is teljesítenek egyébként kiválóan szolgálatot Irakban, és nagyon sok, úgymond, hasznot hajtanak az iraki emberek, az iraki nép számára, hogy erősítik az ottani kapacitásokat. És bizony, hát nem mindegy, hiszen Magyarországnak is van egy szerződéses viszonya az iraki kormányhoz, tehát bennünket is érint NATO tagországként, de természetesen, mint NATO parlamenti elnök, hát itt a teljes közösségre kellett gondolni, úgyhogy ez az úrral egyébként, aki valóban ott a parlamentnek az alelnök, az otthoni parlamentnek az alelnök, egyébként kiváló kapcsolata volt a NATO parlamenti közülésnek. Több alkalommal voltunk közös rendezvényen. Tehát ezért érdekelne bennünket, hogy vajon hogyan képzelik el akkor ezek után ott az iraki biztonságot. Ugye, rendszer. ha jól gondolom, akkor két dolgot biztosan lehet állítani, egy Irak stabilitása, hát az nem egy fix dolog. A másik, hogy a NATO csapatok jelenléte pontosan ezt célozná, hogy ez az instabil helyzet, ez mégiscsak valamilyen módon kezelhető legyen. Abszolút, és ugye a helyzet, a, az amerikai dróntámadás, majd utána az erre adott iráni válasz kapcsán ugye nem eszkalálódott, hál' Istennek eddig, de én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy azért nem ért véget itt a, a történet. De kinek a... érdeke, hogy kimenjenek a NATO csapatok, hogyha igazából segítenek az iraki hát kormánynak? Leginkább, hogy látjuk a, az irániaknak, hiszen Iránba kezdték el ugye ezt a nyomást fokozni, hogy addig nem nyugszanak meg, amíg a térségből ugyan ki nem takarítják az amerikai katonákat és az amerikai befolyást. Erre diplomataként nem része... mondhat igazán szerintem semmit, de lehet, hogy ez az iraki parlamenti alelnöknek küldött levél igazából Iránban landolt? Hát nem tudjuk, nem tudjuk, de tény és való, hogy azért ez az iráni katonai vezető azért ez úgy jár kibe Irakba, mint hogyha Iránon belül ment volna egyik városból a másikba. Tehát azért az amerikaiaknak van ebben igazság, amikor arról beszélnek, hogy számos olyan cselekedett destabilizációs akció volt, amiben benne volt a keze egészen biztosan ennek a, a katonai vezetőnek. Sőt, a parlamenten belül, a NATO parlamenten belül mi sokszor foglalkoztunk Iránnak a destabilizáló szerepével, nukleáris programjával, amit ugye most újra fölpörgetnek és hát ugye nem csak az Egyesült Államok, de Törökország is rögtön megszólalt, hogy Iránnak nem lehet nukleáris fegyvere, tehát hogy ez egy, egy vörös vonal, amit nem szabad átlépni. Tehát én ezért gondolom, hogy fontos azért a párbeszéd, fontos, hogy tisztázzuk, hogy ez most egy ilyen egyszerű PR akció, hiszen nem kötelező érvényű az iraki parlament döntése, és lehet-e ezt aztán újra stabilizálni, és aztán tényleg arra koncentrálni, hogy erősítsük az ottani. Hazahozná a Magyar katonákat most. Én bevallom őszintén, most nem látok olyan ö, okot, ami miatt a magyar katonákat haza kellene ö, vezényelni. Ö, ahogy én hallottam a kollégáktól, ellenzéki parlamenti képviselő kollégáktól is, ők is úgy látták, hogy az a tájékoztatás, amit ma adott a Honvédelmi Miniszter, az kielégítő volt, és amennyire lehetséges ilyenkor biztonságról beszélni, az, az garantálva van a magyar katonák számára, és azért profik vannak kint, férjét és nehesség, tehát azért ezek a katonák kiválóan képzett tudják a dolgukat. katonák, és tudják a dolgokat. Ettől függetlenül természetesen hát mindenki ez egy kicsit aggódik, hiszen a helyzet nem nyugodtabb, hanem hát veszélyesebb egészen biztos. nem csak NATO politikus, hanem hazai a parlamenti igen, képviselés. Igen, igen. Nézte a miniszterelnök mai is Igazából olvastam a, a, a híreket utána. Mit gondol? Van egy percünk. igazából egy bejegyzés is tettem ennek kapcsán a Facebookon. Én úgy látom, hogy elszakadta a miniszterelnök a, a valóságtól, hiszen olyan sikertörténetről beszél, ami, ami, ami nem tapasztalható a hétköznapi életben. Sőt, egyébként a, a győri polgármester jelöltje, az ellenzéknek, Pórez is egy nyílt is megfogalmazott ennek kapcsán a, a miniszterelnöknek. Ennél is hoztam egyébként ezt a nyílt levelet. Ugye ő azt vetti föl, hogy az Audival kapcsolatban lehetnek komoly problémák, hiszen a német gazdaság lassul, több magyarországi cég is bejelentette, aztán például a mercedes nő leépítések várhatóak, és ebben az ügyben kereste meg a miniszterelnököt, hiszen semmilyen módon nem tud párbeszédet folytatni, vagy vitát folytatni a, a Fideszes jelöltel, és az is teljesen világos, hogy egy kiváló jelöltünk van, felkészült jelölt. Ez abból is látszik, hogy a Fidesz mindent elkövet a, azzal kapcsolatban, hogy őt elszigeteljet. Egy ha példát hadd mondjak önnek, azt hiszem 700 plakátja van a Fideszes jelöltnek, a mi ellenzéki jelöltünknek, Porrejsz úrnak pedig felajánlottak hiszem, 5 vagy 6 darab plakátot. Tehát az látszik, hogy Orbánnak kell győr, kell az Audinak és annak a gazdasági életnek a potenciája, ami ott van. De én úgy látom, hogy a győrieknek is lehet, hogy elegük van ebből a Fidesz kormányzásból, és azért én úgy ítélem meg, hogy Porrész Balázs egy olyan jelölt, egy olyan személyiség, aki kiválóan tudná képviselni a győrieket ott. A győriek pedig hogy gondolják, azt mondják. Ez nem sokára megy. Két héten belül ki. Mesterezi Attila, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Szép estét kívánok. Mindjárt jön Jakub műsora itt az ATV-n, de hát ezt önök jól tudják már.